Lendér Dávid kreatív krémkészítő érkezik hozzánk a pagony ízeivel. Annyira tetszik nekem ez a megfogalmazás. Kreatív krémkészítő? Én is lehetnék egy kreatív konyhai szakember, mert a kreatív az önmagában nem jelenti azt, hogy tehetséges. Tehát mondhatom magam, hogy kreatív vagyok, csak én nem vagyok hozzá tehetséges, nyilván ellentétben Dáviddal. Reméljük, hogy Dávid tehetséges. Szia! Szia, szia. Tudjuk, mert már jártál nálunk, és megtapasztalhattuk, hogy azért, ő azért kreatív krémkészítő, mert egészen elképesztő ízkombinációkat teszel az üvegeidbe, és mindegyik működik. Tehát, hogy amiről tényleg nem gondolnád, hogy ez azzal finom lesz, finom lesz. Hát egyébként majd mindjárt meg is nézzük, és konkrétan meg is ismerkedünk vele. De azért közben nézzük meg ezt a kosarat. Nézzük. Mert ugye arra beszéltünk, hogy padlizsán. Most nem tudom, a kedves nézők abban a cipőben járnak-e, mint ahogy én. Ugye, hogy én azért mondjuk nagyjából ezzel a fajtával ismerkedtem meg eddig, és én nekem fogalmam nem volt, hogy létezik ilyen cirmos, meg ilyen fehér. És ennél még sokkal többféle. Hát nem hiszem, hogy ciki. Ez csak azt mutatja, hogy nem jársz termelői piacra. Na hát. Mert ugye általában ugye a nagy áruházakban ezek a lila padlizsánok kerülnek. Igen. Be, de létezik még ilyen hosszú, világos lila, fehér, japán padlizsán. Ízben is egyébként különböző, vagy azért nagyjából mégiscsak? Ízben nem különbözik, igazából ez fajta függő, hogy megérési folyamat függő. Én szerintem, hogy az hosszú lesz, vagy nem, meg hát a magszedés, vagy éppen melyik másik ilyen típusú növénnyel kerül összeporzásba a növény. A fehér az már egy külön fajta. De az, hogy most ez cirmos, vagy nagyon sötét, ez érési folyamat. És a forma is igazából. Minimális különbségek vannak, nem? Mert az egyiknek nagyon vékony a héja, a másiknak kicsit vastagabb a héja, de azért gyakorlatilag egyiktől se kell azt várni, hogy egy ilyen nagyon intenzív ízű valami legyen, mert a padlizsán jellegét megtartja, hogy nagyon krémesre süthető például, de nincsen erőteljes íze, ugye? Így van, ezt igazából mi fűszerezzük mindenki saját szájéze szerint, talán annyi, hogy a fehér az sokkal krémesebb, sokkal lágyabb, szétesősebb, tehát jobban krémesebb lesz. Hát akkor mondjuk padlizsán krémet abból érdemesebb csinálni? Nem, de különbözik mondjuk a lilától a szerkezete. De azt tudjuk, hogy te rengeteget kísérletezel, nem elégszel meg a régi eredményekkel, hanem mindig kipróbálsz újfajta összetételeket, ízeket. Ugye hát most a padlizsán a főszereplőnk, amiket hoztál, azért nézzük meg, hogy mi az, ami teljesen váratlanul, meglepetésszerűen újszerű. Én igazából hoztam egy padlizsán savanyúságot. Ja, várj, akkor azt mutatjuk meg, ez ugye? Igen. Megmutatjuk, gyönyörű, egy már látványban is gyönyörű. Gyönyörű. Ez egy savanyúság, amit ugye először pácolunk szeletekre vágott padlizsán, lilahagymával, fokhagymával és fűszerekkel, annyi, hogy ez csilivel készül, halapenyóval, de lehet hegyes erőssel is. Ugye a szín miatt is így a látványban sem utolsó, és hát a fűszerek, meg a padlizsának a szerkezet adja meg ezt a salátás. Attól lesz savanyúság, hogy készítesz egy ilyen ecetes levet, amivel aztán... Ez fermentált? Nem, ez nem fermentált. Csak most szóljatok, ha valami fermentált, mert akkor le kell fermentálni csapulna. Sóval fermentálunk, ez pedig egy ecetes lé. Értem. Tehát az csak só, és akkor a saját leve. Itt is enged saját levet ugye az elején, az anyagokat, amikor összedolgozzuk a sóval, mert azért hagyni kell, hogy a rostok felpuhuljanak, és fogyasztható legyen. És akkor legjobb, hogyha állni hagyjuk ezeket egy éjszakán keresztül, úgy, mint általában minden ilyen uborka saláta, paradicsom saláta. Ez padlizsánból készül, szerintem ez egy különlegesség talán. Egyébként, amikor ezeket felbontjuk, Felbontunk egy olyan dolgot, amit valami módon tartósítunk, akkor az mennyi idő alatt kell megenni, mert én megörülök, amit közérbe veszel rá, vagy 3-4 nap alatt. Na most én ugye egyedül élek, hát azért nem feltétlenül fogok egy üvegborkát 4 nap alatt megenni, mert minek enném meg. Tehát ez igaz ez a dolog, hogy minél gyorsabban meg kell enni? Nem igaz. Attól függ, hogy az ember mire készíti. Tehát most, hogyha egy főételhez csinálunk egy savanyúságot, azt ugye elfogyasztjuk. Hogyha viszont tartósítunk, amit én szeretek, ugye dunsztolni, vagyis hát nekem így a profilom, azt sem kell 3-4 napi pont belül, hetekig el van a hűtőben, hiszen benne van az ecet, benne van a cukor, a só, tehát az alapanyagok, és ugye hát a steril üveg, tehát fontos a folyamat, ahogy készítjük. Hogyha az szépen és jól van elkészítve, akkor nem szükséges
figyelni rá. Tehát szerintem egyébként a boltban vásárolt savanyú borkát se romlik meg 4 nap után. Miért van ráírva akkor? Biztonsági okok. Igen. Meg hát ugye a tartósítószermentesség is fontos. Ugye amikor dunsztolunk, vagy amit így készítünk, simán el lehet hagyni, tehát régen sem volt ez feltétele. És mihez ajánlanád ezt a padlizsán savanyúságot? Tehát kikísérleteztél már valamit, amihez ez kifejezetten különlegesen finom, vagy igazából bármihez? Igen, hát egyrészt bármihez, másrészt, hogy ez chili is, én azt gondolom, hogy egy grill partinak egy grill hús mellé szerintem illik. Hú, ez nagyon jól hangzik. Igen, mindenki. Csinálsz egy grill partit a teraszodon? Boldogan. Jó. Nem tudom, ki lesz ott, de te mindenképpen. Ha meghívsz, akkor megyünk. Te ott leszel. Most várjál, jó, rendben van a saláta mellé, most azt nézem, hogy ezek viszont ilyen krémek már, ugye? Igen, hát ugye a padlizsánból ugye mindenki a padlizsán krém jut elsősorban az eszébe, és akkor hát vannak itt különböző országoknak, ahogy Robi is mondta, mindenféle krémjei, az ajvár, és akkor van a parmigiano di melanzane, konkrétan amit fogsz, ugye ez egy olasz főétel, a rakott padlizsán. Igen. És ezt megcsináltad krémformában? És ezt megcsináltam úgy krémben, hogy igyekeztem megtartani a nem a rakott szerkezetet, hanem padlizsán kockákat. De jó. Használtam, és azt sütöttem le olajon, és akkor passzáta, parmezán, aszalt paradicsom, ami így pluszban. Sok bazsalikom, és akkor igazából... Ez akár tésztaszósz is lehet. És ez egy tésztaszósz valójában, aminek úgy kitaláltam, de kenyérre, pirítósra, szendvicsbe ugyanúgy, egy hús mellé, egy saláta mellé, tehát azért elég intenzív ízű, inkább főételként. Hát nagyon izgalmas, Dávid, köszönjük szépen, úgy maradsz velünk, és majd készítesz még nekünk valamit konkrétan is. De hát a konyha vár minket. Igen, melyik konyhába induljunk? Hát, ahova akarsz, én követlek téged a sírig. Nem akartam, hogy nagyon megfelelő, de már hát minden. Ez nagyon jól néz ki. Nagyon klassz. Most már zutyorog. Ez zutyorog. A tészta, hogy az rendesen... Azt most már átpirítottam. És a szója szósz? Azt már tett, azt még nem, azt a végén teszem. Azt a végén teszed rá? Most jön bele a tészta, most mindent összepirítunk még egy kicsit, ugye? Igen. Hát igen, ez... Azért ez mondjuk elég szép adag lesz valóban a stáb. Nem tudom, hogy a tészta nem lesz-e túl sok hozzá, de talán nem. Mindenki. Én nem tudom, így vasárnap délhez közeledve én már csak a színeket és az illatokat nekem is olyan az jó illat jött onnan, ahogy csináltátok. Igen, de innen is nagyon jó illatok jönnek. És akkor tényleg még egy kis szójaszósz kerül hozzá, és ezzel készen is van, ugye? Igen. Én a körrit is nagyon szeretem egyébként. Köris dolgokat. Igen, azok is nagyon finomak. De az inkább az indiai, nem? Hát attól függ, mert a tájoknál is van, ugye zöld köri, meg vörös köri, de még folytassuk egy kicsit ezt a padlizsán témát, mert ugye most az a célunk, hogy téged megismertessünk a padlizsánnal, és akkor gyere, Dávid, vissza, kérlek szépen, innen a kamrából búj be, és ide, hát ezt a másik oldalamra. És akkor mesélj nekünk még egy kicsit a padlizsános ötleteidről. Én idehozom a savanyúságot, mert én azt nagyon szeretném megkóstolni, de addig beszéljétek meg, hogy mi fog most készülni. Hát már előkészületben azért sok mindent látunk itt, amiben nyilvánvalóan kicsit a padlizsán meghempergetjük, gondolom, igen. Erre készülsz. Igen, alapvetően ez egy szezámmagos pankomorzsában sült padlizsán, ami padlizsán hasábok, és akkor majd ehhez mártogatóst kínálunk, nagyon egyszerű igazából, de ez jó, is egy... Jó, akkor csináljuk is, mutassuk meg, hogy akkor mi az egésznek a... Ez is egy jó kis felhasználása, szerintem egy nagyon jó snack tud belőle készülni. Nem túlságosan vékonyra vágod, az látszik. Nem, mert... Hasábok lesznek ezek? Igen, és akkor ezt fogjuk majd az olajban kisütni. Marika, sose lehet tudni... Kész vagyok. Jó, nem egy verseny, de nyugodtan. Hát most kész vagyok. Fontanunk egy új receptet, hát ha megszereted ezt is, a mártogatós, padlizsános, szezámmagos... Megyek mindjárt oda. Pankomorzsás. Ezeket igen. Ide tesszük egy kicsit. Igen. És akkor ebbe a serpenyőbe megy majd az olaj? Igen. Ezt kezdjük el felforrósítani, mert itt az a lényeg, hogy nagyon forró hogy legyen már akkor az forró legyen, igen. Akkor várjál. Mindent belöntök.
Nem baj, vagyok. Már ide rakom. Szeretem az ízeket. Kölcsön veszünk tőled azt. Nagyon jó. Na nesztek, most már ehettek. Várj, ezt ki kell nyitni, úgy nem fog sikerülni. Csak nem tudom, hogy ki bekapcsolni, én mindig tudod. Nem baj, én majd bekapcsolom. Ezt kicsit félretolhatom? Igen. Na, akkor Dávid, akkor tehát látjuk, hogy összeaprítod. A sorrendiségnek gondolom van azért szerepe, hogy mi merre meddig. A sorrendiség az annyi, hogy ezt besózzuk, borsózzuk igazából. Igen, nagyon várom, engedett kis levet majd, ami nagyon jó lesz, hogy a lisztet megfogja. Akkor várunk el, amíg levet nem feltétlenül kell várnunk. Otthon kell várnunk, vagy most a műsorban nincs idő, de otthon várunk egy kicsit, jó? Igen, otthon várunk egy kicsit, hogy azért a só átjárja ugye a rostokat, meg... Jó? Uh-huh. Meg a szerkezete jó legyen. Most hát igen, újnyi. Egy újnyi olaj kell körülbelül? Egy újnyi, az úgy tökéletes persze. És én szerintem igazából... most itt közben azon gondolkozom, hogy ennyi étel egyszerre talán még nem készült ebben a konyhában. Tehát szóval az alternatív a paradicsom felhasználása. És csak kapkodom a fejem, és lebénulok megint. És akkor ott a pankomorzsába szezámmagot tettél? Igen, ebben most szezámmagot tettem, hanem kell nekünk a tojás. Amiben ugyanúgy teszünk egy kis sót, mert azért ez a padlizsán elbírja. Uh-huh. És akkor ebben szépen tudjuk hempergetni. Uh-huh. És akkor egy klasszikus panír? Két? És akkor egy klasszikus panír, igen. Na igen. Tehát azt még megismerem talán. Ebbe akár tudnál segíteni, hogyha nem fonnád így karba a kezedet, és jelentnéd, hogy eszed ágába sincs. De annyira nézek a Dávid, olyan mód, olyan mesterén csinálni, hogy mindenhol szépen. Azzal, hogy... Bocsánat. Igen. Én mindjárt hozok neked ide egy kis csányérkát. Edinek elégedett, hogy csinálok egyet, tényleg benne, nem hagynak békén. Próbáld ki. Pankó morzsa, ezek a nagyobb, ilyen nagyobb, ropogósabb morzsa. Akkor először a tojás jön. Japánból származik a pankomózsa, kenyér belsőt nagyobb darabokra. Voltunk vagy 15-ször, és akkor kézzel, de volt egy ilyen kaja, azt majd, ha egyszer megcsinálja nekem valaki, ebicsiri, az a neve. Aha. Az isteni volt valami rákos, finom, megnyomkodható. Konyhára majdnem megöltek minket. Akkor tudod, hogy jól csinálják, ebicsiri, valami nem majd utána nézek. Na, csináltam egyet anyukám. Nagyon ügyes vagy, nagyon büszke vagyok rád. Igen, most akkor forró az olaj már szerinted? Hát most kezdett el melegedni. Addig megkóstolhatom a drága Mária. Én már nem bírtam ki. Hát azt látom, hogy most már mindenki rájár a tájt. Ugye ez van, amikor elkészül, főleg így vasárnap környékén valami elkészül. És akkor még a Robit még nem is majd beszéltünk, arra, ott is elkészült minden, nézd meg, már most állva. Erre jön a finálé, tudod, amikor mindent megkóstolunk, de egy pici türelem azért még, mert hogy... A katonó kell, várjál, várjál. Várjál, várjál, de talanunk kéne egy kicsit. Várjál, várjál, csinálok. Katonát. Kis katonát. Na ez most már lassan jó lesz. A Marikáért hol találjuk? Hát nézd körül, hogy látsz-e szép tányérokat. Csak kicsit látok. Na hát ezt a rengeteg dolgot most koordinálnunk kell. Én kisütöm a padlizsán csíkokat. Marikát megkérem, hogy tálalt ki, légy szíves az ételedet, és ugye ti még készültök valamivel. Hát igen, ugye itt a tészta, ugye Dávid, amit akkor egy tányér kell neked, gondolom, ugyebár. Miket teszek mindenfélét, választok. Meg kell fordítani. Igen, ezt erre szépen kiszedjük az Ádám térre főtt spagettinket. Igen, azt kiszedjük, várjál, kiszedjük már is. Tehát majd. Igen, tehát spagettit főztünk, és akkor azt mondd el, hogy közben mivel fogjuk ezt majd ízesíteni. És akkor ugye van nekünk ez a melanzánénk, a rakott padlizsánkrém. Amiről ugye ott beszéltünk az elején, igen, hogy mekkora ötlet, köszönöm, hogy krémet csináltál egy létező ételből. Így van. Uh-huh. És akkor most meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet felhasználni. Jó. Pontosan. Akkor ez nem is kell már, ugye? Nem, köszönöm szépen. Na, egy kész. Aj, de szuper, akkor ezt ide ki is tehetjük. És aztán majd kis kóstolóadagokat is szerintem ebbe a kis tányérokra lehet szedni, hogy mindenki megkóstolhass. Csodás, fogadjuk a tetejére még a parmezán. Így van. Ezt, hogy kapcsolom el. Egy kis parmezánt veszelünk fel. Majd, mert ez kész van. Várjál. Jó, Robi, te hogy állsz a tárolással? Te is készen vagy? Én nagyon készen vagyok. Akkor szerintem mindent elrendezhetnénk itt az asztalon, és ámulhatunk, bámulhatunk, hogy milyen sok finomság készül. Csodálatos, mi az a ratatouille-ból van az? Nem, az majd az lesz, ez a Dávid-féle krém. Mi a fontos? Parmezsán, Odi melanzán, a padlizsán, az a passzáta, tehát paradicsompüré.
Parmezán és padlizsán. Aha. Parmezsán, én arra vagyok fevő most. Na, oké. Hozom ezeket. Meg erre, Dóra, meg mindegyikre. Mindenki hozzon mindent, szépen rendezzük el. És aztán lehet csipegetni. Jó. Beleetünk egymásba. Mindenbe bele lehet enni. Ez aztán mostanában úgy is, mostanában úgy is olyan divatos, hogy ugye minden ételt megosztunk, és mindenki mindenbe beleeszik. Úgyhogy szerintem rekordot döntöttünk az elkészült ételek mennyiségébe, és mennyi padlizsáros ötlet. Szerintem ez nagyon szuper. És a minőség. Hát arról is beszélve, és a társaság. Reméljük, hogy önök is jól szórakoztak, és elkészítik majd ezeket az ételeket, mert hogy biztos, hogy mindegyik nagyon finom, és tartsanak velünk a jövő héten is. Hajrá, padlizsán! Viszontlátásra!